A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Nehéz helyzetbe került a halászati ágazat is hazánkban. Lévai Ferenc, a Réti Majori Aranypont ZRT elnök vezérigazgatója, a MAHAL szóvivője, az ágazat jövőjéről beszél a következő anyagban. Tisztete, köszöntöm Lévai Ferencet, az Aranypont ZRT vezérigazgatóját. Én azt hiszem, hogy fontos, hogy megbeszéljük, mi minden történt röviden az elmúlt esztendőben, illetve milyen kilátásai vannak az ágazatnak az idén. Ugye karácsony előtt beszélgettünk utoljára, és akkor arról beszéltünk, hogy oltatlan és a hal drágulása, ami köszönhető az input anyagok drágulásának, a szárazságnak, tehát az évszázados asszálynak egyaránt. Végül is mi történt ebben az időszakban? Hát a tavalyi évet nyugodtan hívhatjuk úgy, hogy az elemekkel vívott harcunk mohácsa volt ez. A magyar halászatnak ilyen fekete év a 90-es évek óta, amikor szétesett az egész. Szervezetileg nem volt, soha nem volt még a kb. 30%-os visszaesése a halászatba, pláne egyik év volt a másikkal, nem, és pláne nem úgy, ahogy viszonylag felkészülten vártuk az időszakot. Tehát itt a tenyészanyag épp úgy megvolt, mint a hajlandóság, a takarmánykészletek. Gondolok a 22-es évre, hogy indítsunk valahonnan. És hát keresztbe vett mindent az asszály, hiszen növények ideig, óráig kibírják, és hát nem 6 tonna, hanem 3 lesz, az még valami, de egy üres halastóba semmi sincs. És hát ahogy akkor említettük, csak fölfrissíteném, hogy nekünk nem volt elég az, hogy a termés visszaesett, hogy iszonyú drágulások következtek be minden hozzánk kapcsolható beszerzési piacon. Hát ott volt még az a természetvédelmi nyomás, amivel nem tudom mit kezdeni, hiszen a kiszágadó patakok, az eltűnt vízfolyások, összes létező madara és szörmés állata, a vidrája, borza, az mind beköltözik oda, ahol még van mit enni. Egy gémnek nem kérdés elmenni 50 kilométert, egy üres velencei tó, több tízes madárállománya halas tavakon kötött ki, hát hol köt neki? Ahol nagyobb volt a halbőség, és még volt valamennyi víz. Tehát mi nyugodtan mondhatjuk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetbe kerültünk. Ha visszanézek erre az évre, amit mi vállaltunk a tavalyi évre, mégis a legfontosabbnak tartottuk a szakmába, hogy az őszi halas telepítéseket a horgászok részére, illetve a karácsonyi halellátás zavartalan módon meg tudjuk oldani. Ez sikerült. Azt kell mondjam, hogy meg kell dicsérjem a kollégáimat, hiszen román és német exportra az összes halunk elfogyott volna 3 hét alatt, hogyha nem kérjük meg arra őket, hogy lehet, hogy itt valakinek lesznek anyagi veszteségei, és voltak is, meg talán egy kicsit mocerásabb karácsonykor 1300 helyen halat árulni, de nem tehetjük meg, hogy egy 10 éves reklámkampány, ami a halfogyasztás ösztönzéséről szól, kellős közepén ott hagyjuk a magyar lakosságot hal nélkül. Hát ennyit a tavaly évről, ezeket meg is tudtuk csinálni. A tavaszt illetően persze már vannak kételjeink, kezdjük azzal, ami jó. Ami jó, hogy nagyon régen nem látott csapadékos késő ősz és kora tavasz van, ugye most télnek is hívhatjuk éppen, de nem tudom, ez hol tél ez, ahol most vagyunk. Ez egy mediterrán időjárás, hála Istennek az arra jellemző esőkkel. Nagyon jó volt a csapadék, nem csak a szántóföldetnek, hanem az utolsó 1-2 hétben már megcsillant a víz az árkok fenekén is. Aki figyelemmel kísérte, és hát mi kénytelenek vagyunk, mert ebből élünk, hát azt láttuk, hogy bizony 2 hét eső után még sehol nem volt csapadék az árkok alján, nem folyott meg a víz, nem gyűltek fel a tározói, mármint a dombvidéki tározók, hát ezen szerencsésen túl vagyunk, 60-70%-os vízborítottság van ma a Dunántúl legnagyobb részén a dombvidéki tározókon, amik ugye a környező patakok vizéből teltek föl. Velencei tó még nem ilyen szerencsés, nagyon-nagyon szerencsétlen és nagyon kicsi vízgyűjtője van, és egy kicsit nehezebben lábal föl ebből. A Balaton az nagy valószínűséggel meg fog telni az időszak végére, mármint a nyári vízállást el fogja érni, mert a Balaton vízgyűjtőjén azért több csapadék volt. Összességében a tavalyi évhez képest 50%-os handicappel kezdjük ezt az évet, hiszen a legfontosabb vízünk talán már van. Ami még szintén kedvező, és meg kell mondani, ennek nem mindenki a mezőgazdaságba, de a terményárak lefelé mennek.
Ugye, mint állattenyésztő nyugodt szívvel mondhatom, hogy ha nem is kár örvendve, mert senki ne örvendjen a más kárának, hiszen holnap majd nekünk lesz kárunk, de azt kell mondjam, hogy az a nagyon nagy taktikázás, amikor már 12-ben 14 ezer forintért se adták oda a más helyet a terménynek, az egy kicsit visszaütött, mert hát sem az igények, se pedig a környezetet nem vette figyelembe. Ugye az ukrán gabona betörése a piacra, azokat a gazdálkodókat, akik a növénytermesztésből egyébként is viszonylag jó profitot hoztak, azokat bizony most megszorongatta egy kicsit, és az állattenyésztés talán kis levegőhöz tud jutni. Nincsenek illúzióim, én azért úgy gondolom, hogy ez az év se, talán a kisimulás évvel ez semmiképpen sem növekedésé, hiszen azokon a területeken, ahol nem volt tavaly víz, ott ivadékot se tudtunk termelni, nem volt vetőmag, azokat most, ha összejön még az ország többi részéről, talán föl tudjuk úgy, ahogy tölteni, de hát ebben nem vagyok biztos, szerintem egy viszonylag kemény ivadék hiány lesz, különösen a két nyavas korosztályból, és hát aki megvette tavaly össze a takarmányát, az most csücsülhet rajta, mert iszonyú árak helyett tavasszal egy csökkentettebb áru termékkel tudunk találkozni, amire azt mondom, hogy persze hála jó Istennek, mert az én magtáram éppen nincsen tele is. Hát a mostani várakozások, amik 7000 forint körüli árpa árakat jósolnak, vagy akkor szerződéses kilátások így néznek ki, azt jelentik, hogy akinek az állattenyésztése megmaradt, hozzátenném, nagyon soknak sajnos nem, az most talán normális áron tud hozzájutni az a gabonához, ami nélkül nincs állattenyésztés. A maha szójövőjét hadd szólítsa meg annak tükrében, hogy esztendőről esztendőre felvetődik, hogy hazánk vírazi adottságai, illetve a termelési hagyományok fontos szerepet játszanak az édesvízi haltermelésben. Hol tartunk most? A mahal hogyan tud segíteni azoknak, akik ezt a szakmát, ezt a hivatást választják, hiszen egyre nehezebb a helyzet ilyen értelemben is. Illetve fontos kérdés, hogy az, amit Nagy István meghirdetett, hogy a vizeinket próbáljuk megtartani, az hol halad? Hát úgy mondanám, hogy a templomhoz ige is kell. Meghirdethetjük, hogy őrizzük meg a vizeinket, de a halászat az egyetlen volt, aki eddig is tudta tartani a vizét, sőt jellegéből adódóan meg is akarta minden áron tartani a vizét. Ma mindenki, aki halat halászik, jó magunk is, pedig mi jobban állunk vízzel, visszatartjuk a vizeinket, hiszen amit egyik tóból csapolok le, engedem át rögtön a másikba, inkább elhúzom a tavaszi halászatok idejét, csak nem engedek el semennyi vizet sem, mert hát, ha nem lesz elég majd, hogy teljesen 100%-ra föl tudja töltődni. Az a baj, hogy azok az intézkedések, amik abba az irányba kellene mutassanak, hogy valóban tegyünk a vízmegtartásért, és ezt makroszinten nézem, talán tegnap előtt hallottam először egy politikus szájából, hogy talán a vízlépcsők, nem talán, csak a vízlépcsők. A két hatalmas folyam, beszéltünk már erről, a Duna, Tisza, a Medre olyan szinten mélyült le, olyan szinten leszívtuk az altalaj vizeket az ország nagy területeiről, hogyha nem fogjuk visszaduzzasztani ezeket a Tiszát, a Dunát, akkor bizony könnyen járhatunk, úgyhogy 10-15 év múlva egy kemény és erőteljes elsivatagosodásban lesz részünk. Nagyon nehéz vizet tartani Magyarországban úgy, hogy a tározók szintje, a halastavak szintje magasabban van, mint az őket tápláló, duzzasztás nélküli folyók szintje. Itt folyik el a Duna mellettünk, és nem tudunk bőle vizet kivenni. Ki tud kivenni? A partoktól 3 méterre vannak a vízszintek lefelé. Nincs gravitációs lehetőség. Minden ellen dolgozik most az áramárak. Aki tavaly lekötötte az áramárát, hiába nézzük a világpiaci árakat, mi ezt nem tudjuk követni. Nálunk mindig későn jön be. Na nem az áremelkedés, az perceken belül itt van, hanem a csökkentés. Ha most valaki megnézi az áramárát, azt látja, hogy bizony a tavaly ilyenkori szinteken vannak az árak. Háború előtti állapotokon. Meg lehet nézni a földgáz árát, meg a világpiacról beszélek, meg lehet nézni a villamos áramárát, ehhez képest állunk a csökkenésről, még csak szóba se beszélnek, egy ígéret hangzott el, hogy hát nem fog változni. Hát nem fog változni, igazán nagy baj lesz, mert akkor egy akkora áramárral fogunk számolni gazdálkodónként. Ugye kényszerből mindenki egy viszonylag magas áron volt kénytelen kötni, mert nem válogathatok abba, hogy honnan veszek áramot. És hát ugye aki megnézi a számláját, és mi ezt
megtettük, abban kiderül, hogy nem az áram a drága úgy igazán, a vezeték használati díj, aminek az emeléséhez semmi nem kell. És a kormányzat nem tud ellene tenni, hogy tud-e, azt nem tudom, de hogy nem tesz, az biztos. Szóval amikor 10 egység áramra esik 20 egység vezeték használati díj, akkor egy kérdése van az embernek. Hogy lehetne szigetszerűen működni? Mi azon dolgozunk és próbálunk támogatókat találni ahhoz, hogy mezőgazdaság üzemként a lehetőségeinken belül teremtsük meg azt a folyamatot, ami egy szigetszerű működés, tehát az áramszolgáltatótól független működés lehetővé tesz. Ezt össze kell hangolni, mi megtehetjük, ha lesz hozzá anyagi hatásunk, összehangolni a napenergiát, összehangolni a nálunk lehetőségként felmerülő vízi mozgási energiát, összehangolni az esetlegesen kisméretű szélenergiát hasznosító új teljesítményű, jó teljesítményű masinák hangosítását, és elmenni abba az irányba, hogy mindent elkövetni, hogy független tudjak lenni a vezetéktől. Mert a mumus a vezeték lesz hamarosan, nem az áramnak az ára. És hát ugye ehhez okos rendszerek kellenek, most kell a mesterséges intelligencia, most kell az, hogy hangolják össze például, csak hogy mondjak valamit, hogy értse a kedves hallgató, miről beszélek, vagy a kedves tévénéző, arról beszélek, hogyha nekem csúcs energiáim mennek el nyáron, mert a napelem úgy termel, mint a bolond, akkor az én hűtőházamot úgy fogom behangolni, hogy egész nap fűtsön föl mondjuk a maghőmérséklet 15 fok helyett 18-19-re, és éjszakára nyugodtan megállhat a szolgáltatás, hiszen egy jó szigetelt hőkamrába egy fokot nem fog esni 8-9 óra alatt a hőmérséklet, és a következő nap megint föl fog sütni a nap. Vagy vissza tudom fogni úgy az elfolyó telelőkről lefolyó vizeimet, hogy azokat napközben nem engedem el, földúzzasztom, egy kis magasságot tudok vele elérni, és éjszaka pörgetek vele egy kis hidrogenerátort, és annyi áramot tudok termelni, ami esetleg a tétvilágításomat össze tudja hozni. Itt kell lennének azok az innovatív lehetőségek, hogy egyetemek, kutatóműhelyek, erre szakosodott vállalkozások találkozzanak állami segédlettel, és csináljuk meg azt, ami egyébként nem uniós előírás csak, hanem már működik egy csomó helyén a világnak, hogy energia szövetkezetekbe tömörülnek. Hogy energiát, akinek lehetősége van, mert éppen van meleg vize, vagy éppen túlzott kapacitása épült ki napelemből, vagy éppen szélenergiából, mert jobb helyen van, 2-3 telep is összehangolja a energetikai politikáját, a mozgásait, a lehetőségeit, és a központi nagy rendszertől függetlenednek. A helyi erőforrás kihasználás soha nem volt ennyire fontos. Most hozattam Izraelből egy kis biogáztartályt, háztartási biogáztartályt, mert nekünk gázunk nincs, erre sosem ment még gáz, és meg kell vennem a gázt ahhoz, hogy a konyhát tudjam működtetni. Nyilvánvaló, hogyha én ezt a saját hulladékommal tudom tölteni, és van értelme annak, hogy ez működjön, akkor 3 dolgot teszek egyszerre. A körkös gazdaságot valósítom meg, mert nem termeltem szemetet, visszaadom a talajnak azt, ami rostként visszamagad a biogáz után, és úgy fűtök, hogy nem kellett ide csővezetéket hoznom. Tehát nagyon végig kéne ezeket gondolni. Nekem tegnap volt egy tárgyalás a mezőben, nagyon remélem, hogy az élére tudunk állni egy ilyen projektnek, és találunk olyan lehetőséget a fejlesztéseken belül, hogy egy ilyen pilot projektet bemutatható, működő, kézzel fogható, megnézhető projektet össze tudjuk kalapálni, amiben épp úgy benne van a hagyományos energia, mint ahogy benne van az újszerű vezérlés technikán alapuló okos intelligens megoldások tömkelege. Remélem, hogy ez tovább lépés tud lenni, és azt hiszem, hogy ebbe kellene most energiákat tónunk villám gyorsan. A vezeték bővítések, meg a hálózat bővítések azok nagyon-nagyon jók országos szinten, de egy kicsit az ország le fog magadni, ha a helyi szigeteken, a helyi szinteken megszűnnek a termelések, mert nem mindenki bírja ki a szállítójának a lekötött gázköltségét, vagy éppen a szállítójának a lekötött energiaköltségét. Mindenképpen ez a jövő útja, ugyanakkor esztendőről esztendőre felvetődik már, mint az Agrártárca részéről, hogy segíteni, növelni kell az extenzív tógazdasági termelést. Ebben hogy állunk? Sehogy. Egyetlen dolgot próbálunk meg évek óta elérni, az, hogy ezt a szerencsétlen 24 ezer hektár halastó rendszert, ami Európa egyik utolsó gyöngyszeme, mert igazándiból ez a halastavi termelés csak adottak fontos, hogy nincs tengerük. Ezek mi vagyunk, meg a csehek. Már a lengyelek nem így vannak, a németek, franciák szintén nem így vannak, ahol a klasszikus tógazdasági extenzív haltermelés folyik, és mellette egy akvakultúrás, melegvizes, korszerű rendszer épült már ki az utolsó 15 évben, az Magyarország. Most
Magyarország az egyetlen, ahol semmilyen állami támogatást nem kapunk azokra a hiányosságainkra, amelyek fölálltak az európai mezőgazdasági alap és az európai halászati alap között. A halászati alap, beszéltünk már erről is, nem ismeri azokat a fogalmakat, amiket minden mezőgazdaságból élő más termelő megkap, hogy az most rizse van, vagy éppen diósa, vagy szántóföldi termelése, teljesen mindegy, 70-től 250 ezer forintig mindenki kap támogatást arra, hogy ott van, vet, termel, és mondjuk az előírásokat betartja. Eddig a halastavaknál semmiféle természetalapú, vagy termelés alapú támogatás nincs, és ez most meg is látszik, a szakma 20-30%-a ki fog esni 2-3 éven belül, nem bírta el az asszályt, és nem fogja elbírni az asszály után következő áremelkedéseket. Sajnos az a víztározó kapacitás, amiről beszélünk, annak egy része hamarosan szántóföld lesz. A szántóföld, de ha semmit nem csinál, csak elvetette a kukoricát, egy évig még gyommentesíteni se kell, mert nem lesz gyommag a halastó talajába, brutális termése lesz, és megkapja 70 ezer forintot hektáronként, amit nagyon nehezen tudna haltermelésből kiszedni. Az én generációm kimegy, a mostani 60-70 évesek kimennek, a fiatalok már nem szerelemből és nem elhivatottságból dolgoznak. Egy részük igen, persze, hála Istennek. Az öme az számol. Miből élek meg, miből adom vissza a hitelemet, miből építek lakást, miből megy az autóm, miből megy a gyerek iskolába. Ebben a matekban a tógazdaság nem fér bele, az állam nem tesz valamit azért, semmi többet nem kérünk. 5100 milliárd forintot kap a mezőgazdaságban, csak azt a számot mondtam, hogy az EU szám. Most ne tegyük hozzá az extra magyar költségvetési pénzt. Egyetlen 1 milliárd kéne évente ahhoz, hogy legalább a legolcsóbb, a legegyszerűbb, a legbutább mezőgazdasági termelést, a szántóföldi növénytermelést el tudjuk kérni támogatásra. Évek óta lobbizunk érte, évek óta elakad valahol. Holott az Európai Uniónak visszafizetendő, most visszaeső, meg ugye azokat a pénzeket, amit a 5 plusz 2 évben nem tudtunk elkölteni, az idén novemberig, amit nem tudtunk elkölteni, az megy vissza az európai kasszába. Na most én állítom, hogy az lényegesen több lesz enni, ezzel együtt mi ezt kicsik vagyunk, nincs lobbyerőnk, és sajnos tudomásul kell venni, hogy a mai magyar gazdaságpolitika jó része lobbyerőn alapszik, a halászatnak nincs. Ugye 2023-tól 27-ig tart az új közös agrárpolitika program, ami most fókuszba került az agrártárcánál, és folyamatosan járják az országot bemutatni, hogy mi minden. És hát nagyon sok szakembertől hallottam, hogy azért vannak ilyen problémák, mint amit említettél az imént. Ugyanakkor ennek tükrében az az elindított program, a Halra Magyar, az hol tart? Hiszen imént már esett szó róla, hogy körülbelül a felénél. Változott-e a fogyasztói igény? A fogyasztói igény nem változott volna, a fogyasztók fizetőképessége változott meg. Tudomásul kell venni, vége van a békeévetnek, volt egy csodálatos időszak Európa, az egész világ életében, ami körülbelül tavalyi háború kitöréséig tartott. Olyan szintű gazdagodást láttam én, aki mondjuk 52 éve dolgozom éppen, az utolsó 25 évben olyan gazdagodás ment végbe a világba, olyan fluktuáció ment végbe a munkahelyeken, olyan fejlődés történt az élet minden területén, ami valami elképesztő volt. És ezekből most egy óriási összeget elpusztítunk, lőszerre költünk, háborúra költünk, és iszonyú szenvedések árán próbálunk valaminek elébe menni, amit senki nem kíván időnként, senki nem gondolja azt, hogy bárkinek békét akarna, vagy senki nem hiszi azt, hogy erre bárkinek szüksége van. Sajnos ez pontosan olyan, hogy az átlagember, meg mi, akik itt élünk ebbe a korszakba, én még tavaly azt mondtam a háború előtt, hogy a legszerencsésebb generáció a miénk, hiszen az én öregapám az első világháborút szenvedte és nyögte, édesapám a másodikat, mi megúsztuk még a mi életünkbe azt, hogy nem ért minket el a háború. Igen, elért bennünket, ha áttételesen is, de elért bennünket. Azt gondolom, hogy a fogyasztásnak olyan szegmense nem lesz az idén az élelmiszerben, mint amilyet ahol ne a radikális csökkenés jönne be, és ebbe a hal, mint nélkülözhető élelmiszer háttérbe fog szorulni. Ha megnézzük azt, hogy mit mutatnak az áruházláncok első negyedévei, és még nem vagyunk a végén sem, mert a számlák most érkeztek meg a lakosság jó részéhez, beleszámítva az enyhe tél miatti természetes lehetőséget a takarékoskodásra, szerintem nagyon le fog esni a magyar kereset, általában az élelmiszeripari iránti kereset, mert három dolgon lehet spórolni gyorsan és hatékonyan, az egyik
egyiken már túl vagyunk, ez a hőmérséklet, a másik az folyamatos, mert ruha, üresek és konganak a ruhásá üzletek, és a kutya nem vesz ruhát, a tartós fogyasztási cikkek, fele annyi bútor és szőnyeg és kárpit fog majd elfogyni, és hát bizony az élelmiszer, mindenki megnézi és már számolgat, ami példátlan és hát nagyon nehezen lehet megérteni. Ezt egyszer jó lenne, meg tudnám magyarázni bárki, hogy lehet az, hogyha kimegyünk Bécsbe, akkor ugyanazt a vajat kb. 40%-ig kapjuk meg, mint amit Magyarországon, és Ausztria élelmiszer piaca az ma olcsóbb, mint a miénk. Ezt egy kicsit nehezen magyarázható, de nyilván vannak közgazdászok, akik tudják a megoldást erre. De az, hogy elértük azt a szuperinflációt, ami Európában sehol nincs, csak nálunk, hát erre is egy kicsit kevés a magyarázat. Én nagyon bízom abban, hogy a pozitív kormányzati sugallatok azok valóban be is érnek, de gazdálkodok, mint azt mondom, hogy mi bízunk magunkat az Isten végtelen kegyelmére, a jó időre, a jó haltermelésre, aztán ha már meg lesz, akkor eladjuk valahogy. Én azt gondolom, a magyar piacon, a magyar halfogyasztásban is, ahol minden más élelmiszer féleségnél lesz egy visszaesés. Természetesen mindent elkövetünk azért, és ez az egész mahal politika alapja, hogy a magyar lakosság a semmilyen szinten ne érezhesse azt, hogy nálunk gondok vannak. Mindig, aki hozzá akar jutni, mindig hozzáférjen a friss magyar halhoz. Én nagyon remélem, hogy ez a törekvésünk ez megmarad, és bízom abban, hogy ez az egész válság hamar elmegy, és talán ki tudja rúgni magát a gazdaság, és nem fegyvereket fog gyártani, hanem mondjuk halastavakat épít, víztározókat épít, a környezetével foglalkozik, a fenntartható fejlődéssel, és mindazzal, ami a normális emberi élet alapja. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.